Alapvetően tetszett az egész forradalmi ötlet, ahogy a művészet megváltoztatta a társadalmat. Úgy érzem, a zene is képes volt erre, ahogy rám is hatott a punk stílus, meg a többi más zenei irányzat. A 80-as évek nagyszerű időszak volt a zeneíráshoz. Az elektronikus hangzás is ekkor jött divatba. Az volt a cél, hogy jó benyomást tegyünk, érdeklődést keltsünk, és a zenénk megragadja a képzeletet. Hölgyeim és uraim, Shannon következik! A hip-hop stílus megjelenése kicsit háttérbe szorította a tánczenét. Akkor szinte csak ilyen zenét játszott minden rádióadó. Ha az embernek volt valami fogalma a zenéről, ez párosult egy kis tehetséggel és eredeti ötlettel, tudott olyat alkotni, ami tetszett a közönségnek. A napjainkra jellemző élvezeti cikkek, a mobiltelefon és a számítógép, a kokain, az extázi és az elektronikus zene mind a 80-as évek termése. A 70-es évek vége tulajdonképpen már a 80-as évek látványos nyitánya volt. A punk zene elsöpörte a konvenciókat. A rock and roll értékei és szabályai máról holnapra érvényüket vesztették. Egy banda különösen hatása alá vonta a médiát, mégpedig a londoni Sex Pistols. Hatalmas energia sugárzott belőlük. Tudtam, hogy ha elsőként jövök elő Németországban az új irányzattal, akkor sztár lehetek. Ott is hagytam a sulit, és beálltam punknak. Annyira másképp néztem ki, és olyan nevetséges voltam. Akkor azt hittem, így kell ezt csinálni, különben maradinak tartanak. Egyszerűen bekattantam, levágattam a hajam, bőrdzsekit vettem fel, és biztosítótűket hordtam. Egy hét múlva más ember lettem. Sokan azt hitték, hogy a punk stílus a kakastaréról, a biztosítótűkről és a nihilizmusról szól, pedig nem. A szabadság és annak kifejezése volt a lényeg. Szerintem ez volt az egyik dolog, ami a punk irányzat felé vonzott. A punk annak a lehetőségét teremtette meg, hogy az ember kipróbálhassa az erejét, hogy meddig tud elmenni. Benne volt a lázadás érzése, de egyben divatot is teremtett. Szexuális töltete is volt, ám inkább valami nonkonformista, valami groteszk nemiséget sugárzott. Az embereknek elege lett a Yes dagályos és a Pink Floyd túlhangszerelt zenéjéből. A punk zene egy robbanás volt. Ledöntött a lábunkról, és lefújta a pókhálót az agyakról. Maga volt a megtisztulás. Nem sokkal előtte a saru, a hosszú haj és a bozontos szakál volt a menő. Most pedig a hányás, a sör és az indulatok. Az új zene új szokásokat is hozott, az összebújás helyett jött a pogó. A durvaság és a komoly zene elutasítása természetes lett. Durva ritmusok, gyorsan ható drogok, elég a hippik révület évből. Az udvariasság ismeretlen fogalom volt. Az emberek barátságtalanul viselkedtek, néha kifejezetten durván. Lekezelő hangon beszéltünk, és hihetetlenül brutálisan bántunk egymással.
De hát ez is hozzátartozott a tovább lépéshez, a régi illemszabályok elutasításához. Ezért akárhányszor meglátok egy képet, ahol egy lány szakadt farmert visel, vagy tampont hord fülbevaló gyanánt, egyből arra gondolok, igen, ez az! A nők közt is dívott a punk, sőt, átütő sikereket értek el. Gondoljunk Patti Smithre, Debbie Harryre, Suzy Sue-ra vagy Inga és Annette Humphrey-ra. A punk feminista mozgalom is volt, bár a Der Plan frontemberének, Moritz Ernek teljesen más a véleménye. Szerintem az egész punk irányzat valamilyen módon a férfiasság újbóli felfedezéséről szólt. A hippie korszak viszont inkább nőközpontú volt. A hippie nők többé-kevésbé koncentrikus körben maguk köré szervezték a hippie társadalmat. A férfiaknak pedig kemény időszak volt a 70-es évek. A hippiség a saját megközelítésében alapvetően szelíd volt. Ám a kommunákban elég konzervatívan folyt az élet. Egyáltalán nem nőközpontú közösségek voltak. Ellenben a punk irányzat a szabályok áthágását tűzte ki célul, és a nők is ezt csinálták. Maga a zene azonban meglepően kevés új jegyet hordoz. Alapvetően egyszerű rockzene, csak gyorsabb ritmusban. És ezt sok banda hamarosan túl unalmasnak találta. Az irányzat nem a zene köré szerveződött. Nem rossz ötlet, viszont azt a képzetet keltette, hogy az egész csak selejt. Egyszerhasználatos kultúra, préseljük ki, amit csak lehet, hozzuk ki a legtöbb pénzt belőle, és érezzük jól magunkat. Használjunk sok drogot, égessük két végén a gyertyát, aztán halljunk meg fiatalon. Moi je suis l'anarchiste, je sais pas ce que je veux mais je l'aurai. Je semais la terreur dans la rue, car moi je veux l'anarchie. A punk valaminek csak a kezdete volt. Olyan volt, mint egy kulturális nullpont. Radikálisan el kellett söpörni a régit a föld színéről, hogy létrejöjjön valami új. Mint amikor porig égetnek egy házat, ám a hamuból feltámad a főnix madár. És azt nem lehet korlátok közé szorítani. A punk korszak romjaiból az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában és Európában számtalan post-punk, new wave vagy no wave stílusúnak titulált banda kezdte lerakni az új évtized zenei alapjait. Mindegyiküket a punk forradalom ösztönözte, ám többre törekedtek. Több tartalomra, zenei élményre, több politikára, művészetre és jövőre, mint amennyit a punkok nihilista jövőkép nélküli mintája ígért. A post-punk stílust a túlzások jellemezték, és egyszerre több irányba indult el. Mindenki kirobbanóan újat akart alkotni, új dolgokkal kísérletezett. Majdnem, hogy rivalizáltak, hogy megalkossák a jövő zenéjét, mintha azon versenyeztek volna, hogy ki jut el előbb a jövőbe. Egy banda például az egész világra hatással volt, mégpedig a Wire. Még sok mai együttesnél is megjelennek a stílusjegyeik. A Wire elsők között indult el a jövő felé, elfordulva a punk irányzattól. Instrumentális zenéjükkel tulajdonképpen a punkokat akarták provokálni.
Eljutottunk arra a pontra, ahol a zenénkre már azt mondták. Nem egészen tuti. A punkok nem ezt akarták. Ők a végtelenségig pogózni akartak, a mi nótáink pedig meglepően rövidek voltak. Provokatívan kezdtünk hatni azokra az emberekre, akik azt hitték, hogy ők maguk a provokatívak. Ez nagyon vicces volt. Egy Leeds-i banda, a Gang of Four hasonlóan kedvelte a kihívó ötleteket. Az általuk képviselt punk-funk ma is meghatározó stílus. A Franz Ferdinandhoz és a Rapture-höz hasonló fiatal bandák ugyanazt a zenét képviselik, mint a Gang of Four. A marxista művészhallgatók túl intelligensek voltak a fölényes punk stílushoz. Még a punkok sértődött gyűlölködését is élvezték. Mi tényleg szerettük a diszkózenét. Az igazi punkok utálkoztak már magától a diszkó fogalomtól is. Szemét diszkózene. Mi pedig felhasználtuk és szerettük. A Devo egy rideg ohiói iparvárosból, Akronből származik, az államok északkeleti részéről. Abszurd dadaista stílusokat devolúciónak nevezték. Minimalista művészetük az elektronikus popzene egyik prototípusa lett. Olyan művészi fogalom, amely elvont alapokon nyugszik. Az volt a különbség, hogy a punkok nihilisták és értelmiség ellenesek voltak. Mi legalább annyira dühösek voltunk, mint ők. Viszont a mi haragunk valamiféle analízissel ötöződött. Mindig valamit elemeztünk, mint a földön kívüliek, akik azt gondolják az emberekről, hogy ez nevetséges. Az emberek rémesek, a tömegkultúra is rémes és rossz irányban halad. Megpróbáltuk átprogramozni az embereket, felébreszteni és sokkolni őket, és nevetségessé tenni bizonyos dolgokat. Soha nem volt az ember tisztában azzal, hogy vajon a Devo tényleg várta-e az értékek és a civilizáció teljes csődjét. Zenéjükben szándékosan groteszk és szaggatott stílust vettek fel. A Devo már a 70-es években posztmodernnek számított, már sokkal azelőtt, hogy az egyetemisták és az újságírók lázadozni kezdtek volna. Tipikus művészhallgatókként túl intelligensnek bizonyultak a slágerlistákra. A punkot követő rövid időszak alatt trendinek tartották őket. Ez rendkívül téves felfogás volt. Soha nem voltunk igazán trendik, csak az emberek tartottak annak. Nevetséges volt, amit műveltünk. Sárga öltöny, piros kalap, műhaj. Tagadtuk az evolúciós elméletet, és azt mondtuk, hogy az ember visszafejlődik, elveszti emberi értelmét. Nem igazán értem, mi volt ebben a trendi. A Devo az irónia és a piros kalapok mögé bújtatta politikai nézeteit. Vidám abszurditásokat nehezen fogadták, hiszen Angliában túl erőszakosan következtek be gyökeres társadalmi változások. A Clashhez hasonló brit bandák új, komolyabb módszereket találtak arra, hogy a popzene és a politika elkülönülését visszafogják.
Akkoriban rettenetes szociális, politikai és gazdasági légkör volt. Gondolok itt a háromnapos munkahétre, a sztrájkokra, a tömeges munkanélküliségre, a gazdasági visszaesésre. És arra a közhangulatra, ami Johnny Rotten tömören úgy fogalmazott meg, hogy nincs jövőnk. Ezt érezték a fiatalok. Az ifjúság kultúráját a bal- és jobboldali szimpatizánsok etnikai ellentétei formálták. Mindennapos események voltak a jobboldali brit nemzeti front és az ellene tiltakozó fiatalok közti erőszakos összetűzések. Senki nem maradhatott semleges. Minden banda kinyilvánította a politikai hovatartozását. A hétköznapokban mindenki köteles volt állást foglalni, akár még az öklét is használva. Akkoriban politikailag mindent túlzottan sarkítottak jobb és baloldalra. Összetűzések is történtek a két jobboldali szervezet, a National Front és a British Movement közt. Tudták, hogy a hozzánk hasonló emberek melyik pubba járnak szórakozni. Oda jöttek. Törtek, zúztak, embereket támadtak meg. Az egyetemre is bejöttek, mert kerestek valakit. Szabályos ütközetek folytak. Kövekkel dobálták egymást. Mindez önkényes és brutális volt, mintha a detonáció középpontjában lettünk volna. A német elektropunk banda a DAF első szigetországi koncertjeit a brit skinheadek is látogatták. Tekintetbe véve a kétes szimbólumokkal kacérkodó katonai felszerelést és a kifigurázásnak szánt provokatív szövegeket, a bőrfejűek elragadtatása alig meglepő. Mindamellett értelmezésük abszolút téves volt. Pusztán az energiánk volt számukra meggyőző. Csak ültek ott, megvetően néztek mindenkire, röpködtek az üvegek. Egészen addig, amíg a skinhead vezérek fel nem jöttek a színpadra, és áldásukat nem adták. Innentől viszont nagy buli volt az egész. Koncert után odajöttek hozzánk beszélgetni, mert annyira különösnek gondoltak bennünket. Minket a zenénken keresztül láttak erőszakosnak. Én viszont valami nagyon vicceset mondtam nekik. Nézzetek csak magatokra, a borotvált fejetekkel meg a tetkóitokkal az elsők között küldtek volna benneteket koncentrációs táborba. Nagyszerű volt, ha az embernek volt ellensége. Bárki lehetett ellenség, a hagyományos hanglemezipar, a többi zenei stílus. Az újságírók nagy része. Kellett valaki, akivel harcoltál. Igen, így volt. Mindenkinek vannak ellenségei, és róluk is énekelnek. Sok esetben a Gang of Four szókimondó szövegeivel szabotálta, hogy a slágerlistákra kerüljön. Ma megkockáztatná ezt valaki? Az iraki háború jó példa volt erre.
A zeneiparban senki nem nyilvánította ki a véleményét. Csodálkoztam is ezen, amikor a Falklandi háború alatt megírtuk az I Love a Man in Uniform című nótát, egyből betiltották. Meglepett, hogy most semmi ilyesmi nem történt. Szerintem ennek nem örülnek az emberek. Nem örülnek, hogy a zene, aminek ők a fogyasztói, nem igazán foglalkozik ezzel a témával. Az egyik oka, hogy az emberek nosztalgiával tekintenek a 80-as évekre, az, hogy napjaink kultúrája roppant szegényes. A zenét szövegében és dallamvilágában is megcsonkították. Én olyan zenén nőttem fel, ami megváltoztatta az ember gondolkodás módját. A mai zene csak a menő cuccokról szól. Olyan a mai kultúra, mintha nem is lett volna punk korszak. Ezek után szinte hetente új ötletek születtek. A punkok a reggi lázadó hajlamát kezdték másolni. Ebből született Angliában a fekete punk stílus. A White Riot című klesnóta a Notting Hilli karneválon történt összecsapásokról szól. És saját lázadást követel a fehéreknek, a fehérek lázadását. A következő állomás az volt, amikor a punkot zeneileg akarták ötvözni a reggével. Ekkor jött be az úgynevezett two-tone irányzat, a fekete-fehér lemezborító ötlete. Az öltözék is fekete-fehér volt. Mindez azt jelképezte, hogy a zene fekete és fehér stílus jegyeket is tartalmaz. A fekete és fehér fiatalok egyesítik politikai erejüket. A Gangsters a Coventry-ben alakult Specials zenekar első szóló albuma volt a Two-Tone jegyében. A fekete-fehér banda a rock-rasszizmus ellen mozgalom úttörői voltak. A koncertjeiket sok bőrfejű is látogatta, akik zavart próbáltak kelteni, eredménytelenül. Maga a zenekar távolította el őket a koncertekről. Én, Neville, Roddy és Jerry leugrottunk a színpadról. Kidobtuk az ürgéket, aztán visszamentünk a színpadra játszani. Ez azért volt, mert hittünk a harmóniában, az egységben. A koncertekre bárki jöhetett. Azt akartuk, hogy mindenki ott legyen, senkinek nem tiltottuk meg. De úgy senki ne jöjjön, hogy gyűlöletet szít a buli alatt. Mi a békét, szeretetet és harmóniát hirdettük. A Specials három fontos elemet ötvözött. Volt stílusuk, partizenét játszottak, és nehéz kérdésekkel foglalkoztak. Ez a nóta a kamaszkori terhességről szól, amely Angliában még ma is tabu téma. Esélyesen volt, hogy bármelyik rádióadón leadják. Szerintem bizonyos tekintetben a two-tone stílusnak globálisan nagyobb hatása volt, mint a punknak, mert a zenei hangzás eleinte felemelő és optimista volt. Emellett jó ötletekhez jutott az ember, ez a keserű pirulát is megédesítette. Még a Gwen Stefanihoz és Madonnához hasonló énekesekre is hatott a ska bandák muzsikája. Vagyis rendkívül fontos irányzat volt. A Specials mellett a Two-Tone lemezkiadó más ismerős bandák albumát is kiadta. Ilyen volt a Madness vagy a Selector. A lemezkiadó égisze alatt 1979-ben megjelent valamennyi kis lemez azonnal a brit toplisták élére került. Hihetetlen sikert jelentette ez az újonnan bevezetett ska műfajnak.
Megint a punk stílus zéro pontjához értünk. Nem csak a kőkorszaki bandáktól, hanem az őskövület ipartól is megszabadultunk. És képesek voltunk mindezt önmagunk véghez vinni. A Two-Ton Design egyszerű volt, és meglepően megkapó. Ez a Two-Tonnál már az elején is látszott. Ma ezt márkának hívjuk. Akkoriban nem így mondtuk, hiszen szörnyű volt valamit nevén nevezni, mert annyira kommersznek tűnt. Ám amit csináltak, nagyszerűen tették, és azonnal minőséget hoztak létre. Fantasztikus volt a képi megjelenítés. A Specials Ghost Town című dal a kétes tisztelettel adózik a szülővárosnak, Coventrynek. A haldokló angol iparvárosokról szóló lehangoló dal a zenészek saját élményeiből táplálkozik. Az apáik és családjaik is elvesztették munkájukat. A zenekarnak közvetlen tapasztalata volt a rasszizmus és a fiatalok kilátástalansága terén. A Ghost Town a listák élére került. Az csak véletlen egybeesés volt, hogy Anglia szerte forrongások voltak napirenden ezek miatt, a problémák miatt. A munkanélküliség miatt, amiatt, hogy a rendőrség a fiatalokat zaklatta, hogy nem volt pénzük és munkájuk, így az utcán lődörögtek. Így egész Britannia forrongott, éppen amikor a lemez 4 hétig vezette a slágerlistákat. Abszolút szinkronban volt a popzene azzal, ami voltak éppen a valóságban is történt. Ben 30 évvel megalakulásuk után a The Specials nagyszabású koncertturnéra indult. Egyik frontemberük, Jerry Dremmers, nem tartott velük, ám de nagy sikert arattak. Az angliai turnéra néhány nap alatt keltek el a jegyek. Ez nem egyszerűen a nosztalgiának tulajdonítható. Szerintem minden megismétlődik. 30 évvel később ugyanaz a téma. A kormány nem hagy fel a régi, konzervatív politikával. Mindent kiárusítanak, aztán meg mindent államosítanak, még az ipart is. Mert ez történt. Az önkormányzati lakásokat eladják, ha a lakók nem tudják kifizetni. Megint óriási különbségek lesznek majd a gazdag és a szegény réteg között, akiknek tényleg semmiük sincs. A 2009-es év és a post-punk korszak közti hasonlóság nem csak a gazdasági és a politikai helyzetre korlátozódik. A Csináld Magad mozgalom a digitális korszak fiatal bandáira is ösztönzőleg hat. Akár csak egykor. Az egyik legrégebbi független lemezbolt is profitál ebből. Mégpedig a legendás londoni Rough Trade Store. Sok minden úgy folyik megint, ahogy régen. Nem tudni, mi van most a nagy lemez kiadókkal. Az emberek bátrak, vállalkozó szelleműek, saját maguk készítik a lemezeket, és behozzák hozzánk. Most ez a szokás. Mindkét üzletünkben egy csomó olyan lemezt adunk el, amin még a lemezcég és a forgalmazó sem szerepel. Nem érdekli az embereket. 500-assával, 1000-esével hordják be hozzánk a CD-ket, és mindet el is tudjuk adni. Majdnem úgy megy, mint régen. Csináld magad a lemezt is, ez nagyon jó dolog. 30 évvel ezelőtt a londoni Rough Trade Store volt valamennyi post-punk banda találkozó helye. Sok zenész hozta be eladásra a lemezeit. Az avantgárda távoli Berlinből érkezett Londonba. Blixa Bargeld, az Einstürzende Neubauten énekese volt az irányzat egyik képviselője.
Blixa egykor idehozta eladni a Durstigettir, vagyis a Szomjas Állat című albumát. Ide hordta be 12 hüvelykes lemezeit, és nagyon sokat eladtunk, szerették. Nem hiszem, hogy akkor bárki is árulta volna a lemezeit. Készpénzben fizettünk, nem tudom, mire költhette. Inga Humpe most a Zwei Rambónunggal énekel, akkor pedig a Neon Babies együttes tagja volt. A független lemezboltok örömmel biztosították a lehetőséget, hogy a jelentős forgalmazók bevonása nélkül terjesszék a zenéjét. A kislemezeket és a borítókat is magunk készítettük. Emlékszem, hogy bementem egyik másik lemezboltba, és azt mondtam, itt van 10 dal, eladhatják, csak adjanak 50 márkát. Így adtuk el a lemezeket. Ez a banda magát is jól adta el. A lány Annabel Albin és 14 éves volt akkoriban. A Wow 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 énekesnőjeként vált híressé. Vagy inkább a bandát övező botrányok miatt. Mesztelen volt a lemezborítón, és a banda férfi tagjai vették el a szüzességét. Mindez a Wow 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 menedzserének provokációja volt, hogy reklámozza legújabb művét. Kis ujjában volt a provokálás, hiszen nem más volt ő, mint a Sex Pistols szellemi atya Malcolm McLaren. Hogy a fenébe lehetne a Sex Pistols nyomába eredni? Hogy lehetne túlszárnyalni? Ekkor jött az ötlet, írni kéne valami dalt, vagy legalább segíteni a megírásában. Érzelgősre véve a figurát, szöveget írtam egy dalhoz, mégpedig a C30, C60, C90 Go című nótához. A dal az otthoni magnófelvételek korszakáról szól. És ettől nagyon megrémült a zeneipar. Mint ahogy manapság félnek az internetes állomány megosztástól, akkor az üres kazetta felfedezése volt a mumus. Na meg a dupla lejátszós magnóé. Bár a Bow Wow Wow dala nem lett nagy siker, McLaren lényeges témára tapintott. A hordozható, pénztárca kímélő magnók térhódításának köszönhetően a 80-as években első ízben tényleg hideg veríték lepte el a zeneipar képviselőinek homlokát. Ez hihetetlenül fontos volt, mert az ember nem tudott minden lemezt megvenni, amit akart. Azoknak volt lényeges, hogy mindent magnóra vehettek, akiket tényleg érdekelt a zene, és sokféle zenét akartak hallgatni. A magnó ezt tette lehetővé, amit akkor ugyanúgy elutasított a zeneipar, mint most az MP3-os felvételeket. Ám az a szlogen, hogy a kazettamásolás megöli a zenét, valótlannak bizonyult. Talán érdemes erre most is emlékezni. Karl Marx egykor ezt a termelőerők fejlődésének nevezte. A kis kazetták átvették a hatalmas szalagos magnók helyét. Emellett praktikus és olcsó szintetizátorok árasztották el a piacot. Az új média új lehetőségeket kínált. A szintetizátor alapvetően punk hangszer volt. Ahhoz, hogy egy gitáron 3 akkordot lejátszunk, kell egy kis zenészvéna is. A szintetizátort egy ujjal is meg lehetett szólaltatni, ez sokkal inkább összefért a punkok elveivel. Ez már előrevetítette azt a pillanatot, amikor a fiatal zenészeknek már nem kellett bemenniük egy hangstúdióba, hogy lemezt készíthessenek. Előrevetítette a laptop szerepét a popzenegyártásban. Mindez egy újfajta utazás lenyűgöző kezdete volt. Ez a másik magyarázat arra, hogy miért volt fontos pillanat ez a popzene történetében. Daniel Miller zenei karrierje anyja szobájában indult. Máig ő a Depeche Mode lemezeinek a producere. Épp hogy elindította a Mute Records stúdiót, hogy saját kis lemezét is kiadja, amikor furcsa dolgok kezdtek történni. A címemet is gondolkodás nélkül szerepeltettem a borítón, mivel mindenki így csinálta.
Elkezdtem demószalagokat készíteni. Képzelhetik. Valami pali éppen kiadott egy lemezt, és néhányan azon kezdtek agyalni, hogy én egy lemezcég vagyok, és küldözgetni kezdték nekem a demóikat. Semmi nem alakult terv szerint. Az volt a terv, hogy semmi nem üthet be. Csak éppen balul sült el, de elkezdett menni a szekér. Daniel Miller története jellemző az akkori független lemezgyártókra. A Rough Trade vagy a német Cikk-Cakk ugyanezt mesélhetné. Miller egy éven belül számtalan előadóval kötött szerződést, többek között a német Electropunk bandával, a Duff-val is. Már korábban is tisztában voltam azzal, hogy mit akarok. Nem minden részletében, de tudtam, hogy valami olyat akarok csinálni, ami megváltoztatja az emberek zenehallgatási szokásait és gondolkodását. Itt volt a kedvező alkalom. Az érzéseim lendületet kaptak. A Der Plan alapötlete már korábban megvolt. Moritz R. festőművész, a felszerelés és a bizarr maszkok tették a zenekar előadásait műalkotássá, de nem akartak az élvonalba törni. A lényeg a tömegszórakoztatás volt. A sztárok és a hallgatóság szerepe ismét megkérdőjeleződött. Gyakorlatilag bárki saját maga is sztár lehetett. Tökéletes példája volt ennek, amit az egyik düsseldorfi punkfesztiválon tapasztaltam. A végén az egész közönség feljött a színpadra, és mindenki elkezdett zenélni. Ez demonstrálta az eszmét. Ez volt az üzenet. A Der Plannak a mai napig világszerte vannak követői. Dadaisztikusan dilettáns dalaikhoz szórakoztató videókat kreáltak. Akkoriban menő szólás volt a leleményes műkedvelő. És mi persze bizonyos értelemben teljesen dilettánsok voltunk. Szerintem az, hogy nem tudtunk megcsinálni bizonyos dolgokat, amik a rockzene sablonjába beleillettek, lehetővé tették, hogy valami újat alkossunk. Az előadók már Berlinben sem színvonalas hangszeres zenét játszottak, hanem zörejekkel kísérleteztek. Bizonyos formációk az etnikai zenéhez hasonló hangzást hoztak létre, a haldokló ipari társadalomnak megfelelően átültetve. A legendás Einstürzende Neubauten a leleményes műkedvelőket képviselte. A közönség közvetlen kapcsolatra vágyott a zenével, és a német nyelven keresztül akarta kifejezni magát. 1980-ban a berlini banda az Ideál Monotoni címen adta ki debütáló albumát, ezzel segítve a német új hullám áttörését. Az új hullámot a német tánczenével ötvözték, ez volt a siker receptje. Más zenei harmóniák és más típusú humor. Mert a német slágerek valaha sok humoros elemet tartalmaztak. Ebben a tekintetben az volt az ideális, ha valaki az élen járt. Nem az amerikai zenét vagy az amerikai ritmust majmolták. Hansi ebben a nagyon szaggatott stílusban játszott. Nagyon jellegzetes volt. Van 1981-ben az akkor még csak 16 éves Andreas Dorau nagy slágerrel debütált Fred vom Jupiter címmel. A Nóta egy iskolai projekt része volt. A kislemez a független Attatak lemezcég gondozásában jelent meg. Az underground műkedvelők módfelett elégedettek voltak sikerével.
Újfajta zenét akartunk játszani, és persze sikereket elérni. És ha egy bandának sikerült feljutni a slágerlistákra ilyen dallal, az nagy szenzációt jelentett. Én ezt nem tekinteném árulásnak. A tartományok hamar bekapcsolódtak. Kezdetben főleg az aktív nagyvárosok Hamburg, Berlin, Düsseldorf. Hamarosan a kisebb városokban is élénk zenei élet bontakozott ki. Alig két év alatt a német új hullám meghatározó zenei irányzattá nőtte ki magát. A hágeni Extra Bright tagjai hirtelen tinisztárokká avanzsálódtak. Rájöttünk, hogy elkaptunk egy bizonyos áramlatot a korszak hangulatából, amely messze vitt minket életünk eddigi színhelyétől. Észrevettük, hogy már mi is a meghatározó irányzathoz tartozunk, amit egyre inkább elutasítottunk, és közben megpróbáltuk kíméletlen életünket megtartani. De fél évvel később a Hurrá, Hurrá, die Schule brennt című nóta többé-kevésbé a német új hullám prototípusává tett minket. Aha. A trió minimalista dalai a legszigorúbban véve provinciálisak voltak. A Grossen Knéteni együttes Dádádá című dala világsláger lett. Több mint 13 millió példányban kelt el a kislemez. This is what you got to know. Love you though it didn't show. Nem voltunk benne semmiféle avantgárd buliban. Solid rock'n'rollt, később pedig beatet játszottunk. Meg Rolling Stones nótákat. Aztán rátaláltunk a saját minimalista stílusunkra, de nem intellektuálisan közelítettük meg. A trió az ideális a Kó sikerei után Németországot hamarosan elárasztották az új fán kombó előadók. Joachim Witt, Peter Schilling, Nina. Színes és szórakoztató előadók, jól lehetett velük énekelni. Időszak fölényes punkjait hamarosan kétségbe ejtette a slágerlistákat ostromló új hullámos német zene. Rémálom volt, tényleg. Mintha fontos dolgot vettek volna el tőlünk, és valami borzalmasat hoztak volna létre. De úgy, hogy mélyen belül mégis meghagyták azt, ami számunkra kedves volt. Alapjában véve slágerek voltak. Visszatekintve, egyszerűen csak a punk világát ötvözték a tánczene világával.
A korai időszak néhány élvonalbeli szereplője is bekapcsolódott. A korábban a Neon Babies-szel zenélő Inga Humpa 1983-ban ezzel a dallal ostromolta a listákat. Inga ezt nem a punk gyökerek elleni árulásnak tekintette, pont ellenkezőleg. Igaz az a mondás, hogy aki egyszer punk volt, örökre punk marad. És ez persze azt jelenti, hogy újra és újra át kellett hágni a saját szabályainkat. Kompromisszumokat kellett kötni. És szerintem mindig ez volt az igazi punk hozzáállás. Meg az is, amikor a Hit Parád Show-ban azt mondtam, igen, na és, ezt csinálom. A német új hullám hamarosan nem szólt másról, csak a könnyen szerzett pénzről. A zenei forradalom felfalta saját gyermekét, ahogy Angliában a punk esetében. Minden lemezkiadó megpróbált minél több fán kombó előadóval leszerződni. A New Wave és a Neue Deutsche Welle mellett ez adta végül is az utolsó döfést a punk zenének. Ezek az emberek, akiknek fogalmuk sem volt semmiről, akik egy hónappal korábban még azt mondták, mi ez? Ez nem zene. Hirtelen úgy döntöttek, ez is jöhet, kiadjuk. Mi a banda neve? Heizkörper? Nagyszerű! Megszerezzük őket. Ez is szokatlan hangzás. Fogalmuk sincs semmiről, de mégis valamit akarnak, és ez a probléma. Aztán megjött a kapitalizmus. Amíg a német új hullám a pop történelem színpadáról szinte nyom nélkül tűnt el, több post-punk banda hatása ma is érezhető. A legjobb példa erre a Gang of Four. A Gang of Four a maga idejében nem adott el sok lemezt, ám annál nagyobb nyomot hagyott több zenészben. Hatásuk még később is érezhető volt olyan együtteseknél, mint a Red Hot Chili Peppers, akiknek a punk-funk hangzású első albumánál a Gang of Four gitárosa Andy Gill volt a producer. A korai 80-as évek hatása jelenlegi bandáknál is tisztán felfedezhető. Ilyenek a Rapture, az Interpol, a Franz Ferdinand vagy a Peaches. Az időszak külső jegyei szintén visszatértek az utóbbi időben. Ám a post-punk legfontosabb aspektusa, amely a korszak után még tovább élt, ma már nem látható. Mindig is úgy gondoltam, hogy a punk és a post-punk stílus lassan fejtette ki hatását évtizedeken keresztül a 80-as, 90-es években. És mindez még ma is tetten érhető, nem csak a retro zenében, hanem a kiadóknál is. Az 1989-ben alapított Warp például experimentális elektronikus zenét ad ki, ám alapvetően punk irányultságú.
Szerintem a post-punk bandákat a hozzáállásuk kötötte össze. Ezzel a viselkedéssel bármit lehetett közölni, és ez kiterjedt a zenére is. Lehet az ember punk a fotózásban, az újságírásban, az irodalomban, csak végig kell gondolni a történelmet. Láthatunk más olyan punk magatartásmódot, aminek semmi köze a zenéhez. Még azt is megkockáztatom, hogy nincs is szükségünk több nyavajás zenészre. While you're still in the pink. Enjoy yourself, it's better than you think.